Most lesz egy pici szúrás, jó? Készen is van. Ebben a tiszavasvári szociális központban még a megyei kórházak szakemberei adták be a koronavírus elleni oltásokat január végén. Azóta a házi orvosi rendelőkben zajló vakcináció is magasabb fokozatba kapcsolt. Még először csak 10 praxis kapott egyenként 10 oltóanyagot, és a többi doktor csak oltópontra küldhette betegeit. A múlt héten már minden megyei rendelő mintegy 270 bekapcsolódott az oltási folyamatba. Ezen a héten háromféle vakcinával, a Pfizerrel, az AstraZeneca-val és a Sputnikkal teszik ezt. A lakosság körében eléggé megoszlanak a vélemények a különböző típusokról, számolt be a 35 percben az orvosi kamara megyei vezetője. Ezzel kapcsolatban sok dilemma, vagy sok egyes oltóanyagokat stigmatizáló hír van a médiában, és ez nyilván befolyásolja a betegeknek a döntését és az oltási hajlandóságát. De én azt kérem és javaslom is, hogy tájékozódjanak szakembertől és megbízható oldalakról, a kormányzati tájékoztató központnak az oldaláról, és bízzanak meg minden vakcinában, mert minden oltóanyag jobb, mint a betegséget elkapni és a betegségen átesni. A kezdeti bizonytalanságok után már az orvosi kamara is bátran ajánlja az orosz és kínai vakcinákat. A szakember szavai szerint mindegyik típus biztonsággal és hatékonyan óv meg minket a betegséggel szemben. Arról egyébként a házi orvosok értesítik a betegeket, hogy hol és mikor kaphatják meg az igényelt védőoltást, türelmet kérnek ugyanakkor tőlük. A doktor fontosnak tartja azt is, hogy a betegek előre tudják, milyen vakcinával oltják be őket, és az ne a rendelőben derüljön ki. Azt jól tudja a kedves nézők, hogy egy oltóanyagból vagy egy ampulából oltóanyagtól függően, de mondjuk 10 vagy 12 vagy 6, attól függ tényleg melyik ampuláról van szó, de szóval, hogy több oltást kell belőle kinyernünk, és nagyon fontos, hogy ezeket gyakorlatilag 6 órán belül be is kell adnunk, hogyha megbontottuk ezt az oltóanyagot. Ezért nagyon kellemetlen szituáció állhatna elő, hogyha a behívott 10 betegből, mondjuk az adott oltóanyagra egy vagy kettő azt mondaná, hogy hát köszönjük szépen, ő ezt mégsem kéri, mert nem mondták neki azt, hogy milyen oltóanyagot fog kapni. A házi orvos arra int, a vakcina beadatását követően is tartsuk be a higiéniai szabályokat. Az első oltást követően egy hét, mire egyáltalán elindul a védettség a szervezetünkben, de az igazán csak a másodikat követően alakul ki. Hozzátette, az országban már jó 500 000 védettek a koronavírussal szemben, mert megkapták az oltást, vagy már átestek a fertőzésen.